A hét belső kapu. Spirituális önismeret és önharmonizálás online alapkurzus. Boldog napot, szeretettel köszöntünk mindenkit innen a naptemplomból. Isten tisztelet fog következni, kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és egy áldásmondással fogjuk kezdeni. Mondjátok utánam a következő sorokat. Szimbólum az életnek. Szimbólum az életnek. Virága a mindenségnek. Virága a mindenségnek. Kérlek, nyiss utat. Kérlek, nyiss utat. És a tekervényes útvesztőkön vezess át. És a tekervényes útvesztőkön vezess át. Hogy az alapoktól a mindenségig mindent bejárhassak. Hogy az alapoktól a mindenségig mindent bejárhassak. Kérem a négy őserőt, kérem a négy őserőt, hogy segítse fejlődésemet, hogy segítse fejlődésemet, és kérem a mindenséget, és kérem a mindenséget, hogy segítse a sorsban végzett munkámat, hogy segítse a sorsban végzett munkámat, hogy a legfelsőbb örömét lelje bennem, hogy a legfelsőbb örömét lelje bennem. Köszönöm szépen. Maradjunk még állva, osszuk ki a levendulás füstölőket, és gyújtsuk meg szertűzről. Én is meg fogok egyet gyújtani. Köszönöm. Elvégezzük a tisztító szertartásaink sorában az elsőt. Fontos, hogy a levendulán füstöljön, tehát ne égjen le gyorsan. Bal kezünkben fogjuk majd egyébként a harmadik szemünk előtt tartani, körülbelül egy arasznyira, és a jobb kezünkkel fogjuk a füstjét magunk felé legyezgetni, miközben majd mantrázni fogunk, vagyis ismételgetni fogjuk azt a mondatot, hogy a fájdalmat és a bánatot eltörlöm. Nagyon fontos, hogy mi magunk okozta rossz gondolatokat, negatív érzéseket kompenzáljuk, mi magunk oszlassuk szét. Hiszen a mindennapjainkban, ami átsuhan az elménken, az nyomot hagy az auránkban, ezzel a módszerrel pedig, illetve a levendulás füstölőnek az éteri energiáival és a saját szándékunk ráhelyezésével nagy mértékben tudjuk tisztítani ezeket a maradvány energiákat, amelyek itt a fejünk körül megtapadnak. Ha mindenki felkészült, bal kezünkben tartjuk, jobb kezünkkel legyezgetjük, és ismételjük a mondatot közösen. A fájdalmat és a bánatot eltörlöm. 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 Jó késcsere, picit szabad hamuzni itt a naptemplomban nyugodtan a kőre. Jobb kézben tartva lassan körözzünk a fejünk körül, és ismételjük a mondatunkat. A fájdalmat és a bánatot eltörlöm. 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 Rendben, vegyük vissza a bal kezünkbe, és ismételjük az első lépést. A fájdalmat és a bánatot eltörlöm. 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 Jó, köszönöm szépen, összegyűjtjük a füstölőket. Foglaljatok helyet. Következnek
a közös szertartások. Egyesével ide fognak járulni a papnők, akik majd röviden bemutatják a saját szertartásukat, legfőbb instrukciókkal együtt, és rögtön utána el is végezzük. Megvárom, hogy mindenki elhelyezkedik. Jó. Boldog napot, Margó vagyok. Az első szertartást áldáskérés, amelyben a sors támogatását kérjük. Az áldás során megköszönjük a Teremtőnek, hogy áthatja egész valónkat, és életet ajándékoz a számunkra. Majd egy olyan óhajjal folyamodunk a mindenség Urához, amely révén megkérjük, hogy életünk minden pillanatában legyen mellettünk, hassa át a döntéseinket, hogy azok mindig az ő gyönyörűségével és jóságával együtt rezonáljanak. A szertartás elvégzéséhez megkérlek benneteket, álljatok fel. Előre mondom a szertartás sorait, kérlek, ismételjétek utánam. A te ajándékod az életem. A te ajándékod az életem. Köszönöm a csodáját. Köszönöm a csodáját. És tudom, hogy minden úton ott vagy velem. És tudom, hogy minden úton ott vagy velem. Egész valómat. Egész valómat. S mindent, amiért dolgozom. S mindent, amiért dolgozom. S mindent, amit remélek. S mindent, amit remélek. Te hadsz át a teljes létezésemben. Te hadsz át a teljes létezésemben. Kérlek. Kérlek. Légy velem mindenben, ami előttem áll. Légy velem mindenben, ami előttem áll. Segíts a megértéshez a keresztutaknál. Segíts a megértéshez a keresztutaknál. Hogy én a te gyönyörűségedre dönthessek. Hogy én a te gyönyörűségedre dönthessek. Amen. Amen. Köszönöm szépen, a szertartás véget ért, foglaljatok helyet. Boldog napot, Zengő vagyok. Az öregistenhez szóló fohász következik. Ez a rítus az öregistenhez, avagy a napistenhez szól, aki nem más, mint a Teremtő egyik megnyilvánulási formája. A szent szavakban magasztaljuk őt és tetteit, hiszen az ő szándékából keletkezett az egész világ mindenség, a föld és mi emberek is. Ugyanakkor a rítus elősegíti, hogy a fényben élő minél több isteni energiát tudjon felvenni és magába fogadni. A szertartáshoz kérlek, álljatok föl! Elmondom a szent sorokat. Kis időre elcsendesedünk, majd jelezni fogom a rítus végét. Kérlek, hunnyátok le szemeiteket, és engedjétek el magatokat. Megalkottad a távoli eget. Megalkottad a földet. Létrehoztad az embert, s te a távoli égen tündökölve élsz. S korongodból szórod a ragyogást, mi az életet adja, s mely a formát biztosítja a lélek számára. Ragyogj, öreg Isten! Ragyogj, napkorong! S maradj mindig a föld felett!
Az öreg Istenhez szóló fohász befejeződött. Kérlek, foglaljatok helyet. Köszönöm szépen. Boldog napot, csende vagyok. Az Áldás a világbékért című dorrítus következik. Eme áldás által a békesség eszenciáiból töltekezhetünk, amely a dórok birodalmából érkezik hozzánk. Hozzásegít minket ahhoz, hogy békét és harmóniát teremthessünk önmagunkban, majd szűkebb és tágabb környezetünkben, és nem utolsó sorban a világban is. A szertartásban kifejezzük azt, hogy tudatában vagyunk egyéni szerepünknek és felelősségünknek a világ békéjét illetően. Tudjuk, hogy számít minden egyes gondolatunk, szavunk és tettünk, amelynek rezgéseit a világba, mint egy végtelen rezgés óceánba bocsátjuk, emelve avagy csökkentve annak tisztaságát. Kifejezzük abbéli óhajunkat is, hogy lépésről lépésre, kérdéseket válaszokkal párosítva, egyre beljebb és beljebb szeretnénk jutni önmagunkhoz, legbenső lényünkhöz, a lelkünkhöz, ahol béke honol, tudás van, és olyan kincsek, amelyeket azért hoztunk magunkkal, hogy jobbíthassuk általuk a világot. Ezt a folyamatot támogatják emedórerők, és áldásukat adják a békesség állapotaira, valamint béketeremtő törekvéseinkre. Kérlek titeket, hogy vegyétek a kezetekbe a mécsest, amelyet oda készítettünk a számotokra. Társnőimet pedig arra kérem, hogy gyújtsák meg a mécseseiteket. Kérlek, hogyha már ég a mécsesed, tartsad azt a bal kezedben, kérlek, hogy állj fel, a jobb kezedet helyezd a szívedre, hunyd le a szemeidet, és fordulj befelé. Tehát kérlek, hogy a bal kezedben tartsod a mécsest, a jobb tenyered legyen a szíveden, hunyd le a szemeidet, és ismételd utánam a következő sorokat. Lépésről lépésre, beljebb haladok önmagamba. Lépésről lépésre, beljebb haladok önmagamba. Békét, erőt, és valódi megértést keresve magamban. És valódi megértést keresve magamban. Legbensőmig eljutva. Ahol kiteljesítem annak lehetőségét. Mi bennem rejlik. S mi ahhoz szükséges. Hogy a világban békét, harmóniát. És nyugalmat teremthessek. A világnak adom, mit hoztam magammal. S most arra kérek minden támogató erőt. Hogy e folyamatot indítsa el bennem. Tudatában vagyok a létfontosságú szerepennek. Amit be kell töltenem. A világ békességének érdekében. Lassan kinyithatod a szemed. Kérlek, hogy osd el a mécsesedet, helyezd biztonságba, és helyet foglalhatsz.
Az áldás a világ békéért című ritus befejeződött. A születés templomának áldása következik. A napvallásban a hangsúlyt a most átélésére helyezzük. Értve ez alatt, hogy tanításaink szerint minden ember jól tenné, ha tudatával ráhangolódna a jelen pillanatra, vagyis arra, ami éppen keresztül megy, s ami éppen történik vele. Ez nem csak a perc 60-ad részére vonatkozik, hanem a tágabb értelemben vett élethelyzeteire és sorszerűségeire is. Megfigyelhető, hogy az embereknek nincs túlzott hatalmuk a jelenük felett. Ennek oka abban keresendő, hogy sokszor nem értik, nem látják át, mi miért történik velük. Emiatt pedig tudatalatt vagy akár tudatosan is boldogtalanok és elégedetlenek. Amennyiben az ember nincs a szó teljes értelmében a jelenben, akkor motiválatlan, gyáva, szorongó, aggodalmas lesz. Hajlamossá válik feladni terveket és célokat. Egy szóval nem meri megélni az életet úgy, ahogy van. Ezen változtat a születés templomának áldása. A születésházának szertartása hozzásegíti az embert olyan isteni és istennői energiákhoz, amelyek tudóssá tehetik a fényben élőt azért, hogy életét uralhassa, s minél több áldott lehetőséget válthasson valóra a sorsában. A szertartáshoz kérlek, álljatok fel és vegyétek fel a mutatott kéztartást. A tenyerek az ég felé nézzenek. Elmondom a szent sorokat, elcsendesedünk, és jelezni fogom a rítus végét. Kérlek, hunyjátok le szemeiteket, és váljatok minél nyitottabbakká. A születés templomának erejét hordozom, mellyel megáldalak, hogy a lehetségesség számodra is lehetőség legyen. Tudóssá váljál. Fejlődj fel az eredményekhez, hogy életedet uralhasd, és szorossá váljon a kapcsolatod az utaddal. Az élő erőkből merítek, hogy téged Geb és Nút áldásával az életed uralójává tegyelek. A szent szavak a lelkedik hatolnak. Den. Et. Tron. Ast. Ast. Eusi. Van. Is. Hut.
szertartás befejeződött, először engedjétek le karjaitokat, hajtsátok meg fejeteket, és helyet foglalhattok. A születéstemplomának áldása című rítus befejeződött. Köszönöm szépen! Következő szertartás. Áldáskérés a hibás családi minták harmonizálására. Ez a szertartás azokhoz az emberekhez szól, akikben nincs meg az a rend, amit az ember a gyermekkorából hoz. Akikből hiányoznak a helyes minták, a harmonikus családi modell, amit a szülőkkel való kapcsolatból hozhatunk. A lelki értelemben vett felnövekedés, a spirituális életség, a valódi felnőtté válás a hibás családi mintáink harmonizálásával veszi kezdetét. Ez a szertartás megerősíti az alapokat, egy jó lelkületet ad az ember számára, és jótékony hatással van a szülőkkel való kapcsolatra is. Megkérlek benneteket, álljatok fel! Én előre mondom a szertartás sorait, kérlek benneteket, ismételjétek utánam. Magasságos ég, kérlek! Magasságos ég, kérlek! Vezess oda! Vezess oda! Ahol megtalálom az igazi jótevőmet, ahol megtalálom az igazi jótevőmet, azt, aki tényleg erőt ad nekem. Azt, aki tényleg erőt ad nekem. Kérlek, állíts mellém azt az erőt, kérlek, állíts mellém azt az erőt, ami rendbe teszi bennem az édesapám, ami rendbe teszi bennem az édesapám, és az édesanyám belém helyezett mintáit, és az édesanyám belém helyezett mintáit, ami megadja a saját nagyságomat, ami megadja a saját nagyságomat, és erőmet, és erőmet. Magasságos ég, kérlek, magasságos ég, kérlek, állíts mögém az édesapám és az édesanyám szellemét, állíts mögém az édesapám és az édesanyám szellemét, hogy ők mindenhová kísérjenek engem, hogy ők mindenhová kísérjenek engem, hogy támaszkodhassak rájuk, hogy támaszkodhassak rájuk, és általuk juthassak feljebb hozzád, és általuk juthassak feljebb hozzád, a megértéshez és a jó élethez. A megértéshez és a jó élethez. Köszönöm szépen, a szertartás véget ért, foglaljatok helyet. Az egyensúly meghívásának szerecimű pálos rituálé következik. A szertartás alatt egy szent szöveget mondok majd utánam soronként, amelyben kifejezzük a sorsunkkal való egyesülésünk szándékát, és meghívjuk hozzá a segítő szellemi lények támogatását. A sorsunkkal harmóniába kerülni alapvető fontosságú, ha szeretnénk elvégezni életfeladatainkat, amelyeket a bölcsesség és a tisztánlátás állapotában elterveztünk a magunk számára, és amelynél jobbat bizonyos, hogy idelent sem tudunk majd kigondolni. Egyéni útjainkat összehangolták az arra hivatott erők más lelkek életútjával, sorsával, feladataival, és mindez egy rendszert alkot, és tervezetten működik, az isteni rend és harmónia szerint, amennyiben mindenki megfelelően végzi a feladatait. A rituálé szövegében példaként állítjuk magunk elé remetes Szent Pált, a tévai remetét, akit méltán nevezhetünk a pálos rend szellemi atyának, hisz ugyanazt a tudást és szakralitást képviselte, amit ők, és amelynek gyökerei a legősibb időkben nyúlnak vissza. A pálosok egész életükben azt szerették volna megvalósítani itt a földön, amit tudati utazásaik során az angyali szférákban láttak és érzékeltek. Eme tudás birtokosai és őrzői voltak. Titkos utakon jártak keltek, azokon a szent ösvényeken, ahol áldott munkájukat végezték a magyarságért. Sorsuk összefonódott a magyarság sorsával, felvállalták annak karmáját, és mindent megtettek a nemzet életének jobbításáért. Az ő szellemiségüket idézzük most meg, kifejezve abéli óhajunkat, hogy az ősi atyák
és segítő szellemi világok támogatását kérjük teendőink, feladataink elvégzéséhez, amelyeknek a beteljesítésével a legtöbbet tehetünk az isteni rend, harmónia és egyensúly létrejöttéért, mind magunkban, mind a világban. Kérlek, hogy állj fel a szertartás elvégzéséhez. Karjaidat helyezd ebbe a pozícióba, amelyet mutatok a számodra. Hunyd le a szemeidet, és ismételd utánam a következő sorokat. Szent Pál útját követve. Szent Pál útját követve. Az ő sorssal való harmóniáját követve. Az ő sorssal való harmóniáját követve. Felajánlom egyességem a sorssal. Felajánlom egyességem a sorssal. És kifejezem a sorsommal való egyesülésem szándékát. És kifejezem a sorsommal való egyesülésem szándékát. Várom ehhez az ősi atyák és a felső világ. Várom ehhez az ősi atyák és a felső világ. Valamint a segítő szellemi lények támogatását. Valamint a segítő szellemi lények támogatását. Szeretném az életemet úgy felépíteni. Szeretném az életemet úgy felépíteni. Hogy lépésről lépésre. Hogy lépésről lépésre. Egyre többet tehessek az emberiségért. Egyre többet tehessek az emberiségért. Mások boldogulásáért. Mások boldogulásáért. És a teremtett síkok összehangolásáért. És a teremtett síkok összehangolásáért. Hogy azok összegződve minden szinten. Hogy azok összegződve minden szinten. A harmóniát sugározzák. A harmóniát sugározzák. És az életet támogassák. És az életet támogassák. Legyen így. Legyen így. Legyen meg a magasabb rendek. Legyen meg a magasabb rendek. És a teremtési folyamatok akarata. És a teremtési folyamatok akarata. Kívánom, hogy ehhez én hozzájárulhassak. Kívánom, hogy ehhez én hozzájárulhassak. És én is a kiegyensúlyozás részese lehessek. És én is a kiegyensúlyozás részese lehessek. Legyen egyensúly az életben. Legyen egyensúly az életben. Hajtsunk fejet. Leengedhetitek a karjaitokat. Kinyithatjátok a szemeiteket, és helyet foglalhattok. Az egyensúly meghívásának szere című rituálé befejeződött. Az égi oltalom szertartása következik. Őseink lelkületét akkor értjük meg igazán, ha felismerjük, hogy a magyar nép életében mekkora szerepe volt magának annak a tudásnak, annak az ősi hagyatéknak, amit ma összességében napvallásnak nevezünk. Ősi beavatottjaink hatalmas tiszteletükkel kiérdemelték, hogy a magyar nép az égerőit, a földerőit, a kozmikus erőket, a szellemvilágok erőit szakrális módon használhassa, illetve ezeknek az erőknek a szellemiségét gyakorlatilag birtokolhassa. Az égi oltalom szertartása tehát egy, az égi erőket mozgósító szertartás. Annyi hozzátok a kérésem a szertartás ideje alatt. Nézzétek az általam felmutatott szimbólumot. Emetűz az égi tűznek a megfelelője. Ennek vagyok én a viselője. Más világok erőit tartom most a kezemben, hogy benneteket az álomhavának erőivel és az áldáshavának erőivel az égiek oltalmára vízzalak. Égi erők, szellemek erői, boldog segítőink, kérlek benneteket, hogy e lelkeket tisztítsátok meg, és járja át
és védelmezze őket a régi idők minden tudása, minden ereje és minden hite. Szólítalak benneteket, álljatok ki értünk. Köszönöm szépen, az égi oltalom szertartása befejeződött. Az áhítat szertartása következik. Az áhítat szertartása egy a lelkünk mélyéből feltörő, őszinte köszönetmondás. A napvallás követője a fényben élő, a napra, a földre, a holdra és a körülöttünk található csillagokra értelemmel bíró élőlényekként tekint, akit a legfelső úr, a teremtő alkotott. A nap mögött rejlő intelligenciát napistennek, míg a föld szellemét földanyának hívjuk a napvallásban. Mivel a világ mindenség és benne valamennyi élőlény végső soron az öreg istennek köszönheti létét, ezért a nap megtestesülésében is a teremtőt tiszteljük. Az áhítat szertartása során belátjuk, hogy a nap teremtő fénye nélkül nem lenne élet a földön, és ezt az elismerésünket tiszta szívvel kinyilvánítjuk az irányába. A szertartás elvégzéséhez kérlek álljatok föl! Előre mondom a szent sorokat, kérlek ismételjétek utánam! Nap, te mindig adsz. Nap, te mindig adsz. Csupán annyit kérsz. Csupán annyit kérsz. Hogy elismerjük fényed. Hogy elismerjük fényed. Elmondani nem tudom. Elmondani nem tudom. Mit adhatnék néked? Mit adhatnék néked? Szeretlek. Szeretlek. Szívemben minden nap. Szívemben minden nap. Egy szál virágot adok. Egy szál virágot adok. Valahányszor meglátom fényed. Valahányszor meglátom fényed. Az égből rám ragyogó tündöklést. Az égből rám ragyogó tündöklést. Szívem virágai kinyílnak. Szívem virágai kinyílnak. És békés, sugárzó mosolyt fakasztasz. És békés, sugárzó mosolyt fakasztasz. Minden pillanatban a lelkemben. Minden pillanatban a lelkemben. Ott vagy a világomban. Ott vagy a világomban. A világot jelented nekem. A világot jelented nekem. S tudom, aki téged. S tudom, aki téged. S a holdat és a csillagokat alkotta. S a holdat és a csillagokat alkotta. Ő alkotott engem is. Ő alkotott engem is. Nap, rád testvéremként tekintek. Nap, rád testvéremként tekintek. Mi mind gyermekei vagyunk annak. Mi mind gyermekei vagyunk annak. Ki teremtett téged. Ki teremtett téged. Hálát adok néked. Hálát adok néked. S rajtad keresztül mindenkinek. S rajtad keresztül mindenkinek. Ki az én életemet segíti kereke világon. Ki az én életemet segíti kereke világon. Az áhítat szertartása befejeződött, kérlek, foglaljatok helyet. Köszönöm szépen. A Mát Istennőhöz szóló fohász következik. Mát Istennő, a romlottság, a hazugság és a káosz erőivel szemben, a világ mindenség egyensúlyának, harmóniájának és rendjének megszemélyesülése és fenntartója.
Ő irányítja és garantálja, hogy a teremtő értelem minden mozgása, a kozmikus igazság és törvény minden életet áthasson és körbeöleljen. Aki Mát Istennőt megszólítja, és tisztító fuvallatáért folyamodik, azt tegye szívből és őszintén. Hiszen Mát áldása az emberben lakozó isteni igazságnak szól, amely egészen addig nem tud kibontakozni, amíg a szívünkre, illetve kállelkünkre nehézségek telepednek, és utunkat állják. Mát a teremtés talapzata és az emberi élet alapeszméje, aki hozzásegíthet a helyes viselkedési minták kialakításához, a jellemes és jámbor vonásokhoz. Ezek az attitűdök a tiszta szív biztonságot és védelmet adó, súlyoktól és bűnöktől mentes állapotából sarjadnak, és a test elmúlása után is megmaradnak, mintegy tovább élnek a túlvilágon. Az embernek tehát nincs más dolga, mint összhangban élni Máttal, azért, hogy az örök lét bármelyik térfelén is vándoroljon a lelke, ő mindig igaz életet élhessen. Kérlek titeket, hogy álljatok fel a szertartás elvégzéséhez. A karjaitokat helyezzétek a mérlegre emlékeztető pozícióba, nem kell túl magasan tartani. Kérlek, hogy hunyjátok le a szemeiteket, és ismételjétek utánam a fohász sorait. Szívem anyja. Szívem anyja. Szívem anyja, Mát. Szívem anyja, Mát. Te vagy, ki által az igazság életre kelt. Te vagy, ki által az igazság életre kelt. Te vagy, aki elérkezett. Te vagy, aki elérkezett. S onnantól egyensúlyba került minden. S onnantól egyensúlyba került minden. Kérem áldásodat az életemre és a szívemre. Kérem áldásodat az életemre és a szívemre. Hogy bennem semmi ne legyen. Hogy bennem semmi ne legyen. Mi ellenem szegül a ti szemetekben. Mi ellenem szegül a ti szemetekben. Mérlegek őrzője. Mérlegek őrzője. Jelenlétedben kérlek. Jelenlétedben kérlek. Hogy Kám, ki a testemben lakik. Hogy Kám, ki a testemben lakik. Megtisztulhasson. Megtisztulhasson. És a megkötött nehézségektől megszabadulhasson. És a megkötött nehézségektől megszabadulhasson. Helyére boldogság jöhessen. Helyére boldogság jöhessen. Hogy az életem alapjai jók legyenek. Hogy az életem alapjai jók legyenek. Kérlek téged. Kérlek téged, hogy söpör félre mindent az utamból. Hogy söpör félre mindent az utamból. Mi ellenem lehet haladásomban. Mi ellenem lehet haladásomban. Tudom, te, aki hatalmas vagy. Tudom, te, aki hatalmas vagy. Felkelsz az én kedvemért. Felkelsz az én kedvemért. Hogy segíts nekem. Hogy segíts nekem. És megtedd, amit kérek tőled. És megtedd, amit kérek tőled. Szívem és lelkem védelmezésért. Szívem és lelkem védelmezésért. Biztonságáért és tisztaságáért. Biztonságáért és tisztaságáért. Leengedhetitek a karjaitokat. Kinyithatjátok a szemeiteket, és helyet foglalhattok. A Mát Istennőhöz szóló fohász befejeződött. Ízis családjának áldása. Az ősi Egyiptom talán leghíresebb Isten családjának az áldását közvetíti a napvallás eme szertartása. Ez a rítus arra hívja fel a figyelmünket, hogy az egyiptomi szent hármasság mindannyiunk életében folyamatosan jelen van. Osiris a túlvilági létből, Ízisz és Hórusz az evilági létben is kísérik utunkat, és óvnak minket minden bajtól, amíg a sorsunknak megfelelő utat járjuk. Az Ízisz családjának áldása című szer arra emlékeztet minket,
hogy mindnyájan könyörületes végrehajtói vagyunk a Teremtő akaratának, ha és amennyiben létrejön a kapcsolat, valamint az összhang a legfelső akarattal, s képesek vagyunk alázattal alárendelni magunkat az isteni szándéknak. Ozirisz, Ízisz és Hórusz, a mindenható teremtő értelem különféle megnyilvánulásai, akik féltő gondoskodással felügyelik lépteinket, amíg emlékezet hiány kóborolunk ebben a sötét, viszontagságokkal és megkísértésekkel teli anyagi világban. E szer során az ő áldásukban részesülünk. Ismét előre mondom a szertartás sorait, kérlek benneteket, ismételjétek utánam. Ozirisz nevében kelek fel. Ozirisz nevében kelek fel. Ízisz kezét fogva elindulok. Ízisz kezét fogva elindulok. Hórusz kísér az utamon. Hórusz kísér az utamon. És ők őriznek engem. És ők őriznek engem. Amíg a sorsom irányába haladok. Amíg a sorsom irányába haladok. Legyen ez így. Legyen ez így. Az élet kezdete és vége legyen a kezükben. Az élet kezdete és vége legyen a kezükben. Hogy én mindig áldott lehessek. Hogy én mindig áldott lehessek. És irgalmas végrehajtója a Teremtő akaratának. És irgalmas végrehajtója a Teremtő akaratának. Ámon. Ámon. Ízisz családjának áldása című szertartás véget ért. Köszönöm szépen. Tudatalatti tisztítása hator erejével. Ez a szer a tudatalatti megtisztításában segít. Ennek köszönhetően jobban tudjuk összpontosítani a tudatalattink teremtő erőit, amelyek amúgy lekötött állapotban vannak. Ennek az az oka, hogy az ember mindennapi gondjai, ügyes-bajos dolgai, a múlt emlékeinek kísértő árnyai megosztják és töredezetté teszik a figyelem energiákat. Így azokat nem vagyunk képesek a megfelelő időben összpontosítani és célirányosan, rendeltetésszerűen felhasználni. Emiatt sokat szenvedünk. Eme szertartás által nem csak összeszedettebbé válhatunk, hanem a lelki fájdalmak meggyógyítása által az én érzékelésünk is javulhat. Kérlek, helyezkedj el kényelmesen a székeden, hunyd le a szemeidet. Hator nevében, az ég úrnőjének tiszteletére gyújtom ezt a füstölőt. Közvetítő e füst, mi bevonza azt az erőt, amivel újra tudod határozni önmagad. Ne ragaszkodjatok a fájdalmakhoz. Ne tartogassátok a sérelmeket, mert e ragaszkodással csak hátráltatjátok önmagatokat. Legyetek szemlélői gondolataitoknak. Ügyeljetek azok tisztaságára, s szabaduljatok mindattól, ami megköt benneteket. Hator ereje velem van. Hator erői megtisztítanak benneteket.
Tudatalatti tisztítása hator erejével című rítus befejeződött. Kinyithatjátok szemeiteket. Köszönöm szépen. Az utolsó közös szertartásunk a Teremtőhöz való kapcsolódás szeret címet viseli. Ez a pálos szertartás ahhoz segít hozzá minket, hogy erősödjön az az energetikai kapcsolódás, amely minket a lelkünkkel, önvalónkkal, a felső énünkkel és rajta keresztül a Teremtővel összeköt. Segít abban, hogy betölthessük a szerepünket, amelyet eredendően nekünk szántak az égiek. Az, hogy életre keljen bennünk a híd, amely a földet az éggel összeköti. Kérlek titeket, hogy álljatok fel a szertartás elvégzéséhez. A karjaitokat helyezzétek az előbb már alkalmazott pálos rituális kéztartásba. Hunyjátok le a szemeiteket, és ismételjétek utánam a következő sorokat. Van köztem és a lelkem közt egy felsőbb kötelék. Van köztem és a lelkem közt egy felsőbb kötelék. Ez a világ minden köteléke felett áll. Ez a világ minden köteléke felett áll. Az Atya által jött létre. Az Atya által jött létre. És az Atya által teremtett lelket köti össze e testtel. És az Atya által teremtett lelket köti össze e testtel. Ez az erő tőle származik. Ez az erő tőle származik. És minél jobban hozzáfordulunk. És minél jobban hozzáfordulunk. Annál erősebb lesz az az erő is. Annál erősebb lesz az az erő is. Ami a saját lelkünkkel összeköt. Ami a saját lelkünkkel összeköt. A következő sorokat csak hallgassátok. Ez egy lehetőség. Egy ajándék. Ami az égben keletkezett. És mindent felülírhat itt a világban. Ha a lélek tudja, hogy merre van az irány. Amerre útját folytatnia kell. Ne fordíts hátat a lelkednek, hanem ápold vele a kapcsolatot. Tiszteld, és halld meg tanítószavát. A születésedkor megkaptad az Atya jelét, melyet a csillagokból rád sugároz ma is. Leengedhetitek a karjaitokat. Kinyithatjátok a szemeiteket, és kérlek, hogy maradjatok állva. Elmondom a záró sorokat, gondolatokat. Kérlek, hallgassátok végig. Az életben több út van. Nem az új gondolatok megértése nehéz, hanem a régiektől való megszabadulás. Mert ezek behálóznak bennünket. Igazság, lelkem mélyéből vágyódom utánad, ígérem, szolgállak, s kérlek, légy velem mindig. Sorsom ura, teremtőm, taníts álmodni, hogy megláthassam az igazságot. Add nekem az őszinteség lelki állapotát, hogy megtalálhassam megnyugtató végtelenségedet. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Visszanézhető természetesen ez az Isten tiszteletünk is. Ami a programjainkat illeti, napvallás.hu lehet a legegyszerűbben értesülni róluk, de most is elmondom, hogy igazából a legnagyobb program márciusban az a március 25-én esedékes tavaszi napi egyenlőség lesz, amelyre még van lehetőség jelentkezni. Ezt csak azért mondom el, mert ahogy közeledünk, nagyon-nagyon sűrű lesz ott a program.
úgyhogy még talán egy-két hely van délelőtre, délután pedig majd megpróbálunk több kisebb csoportot létesíteni, illetve úgy módon összeilleszteni, logisztikázni a programokat, hogy a közös szertartásokat egybe tartjuk, illetve összevonjuk, míg az egyénieket pedig majd értelemszerűen külön. Ez most illetve sokat nem mond, de egy picit módosulni fog, pont azért, mert már most nagyon-nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, de mondom, jelentkezzetek nyugodtan, csak akkor lesz egy kicsi módosítás. Tehát valószínűleg majd lesz egy ilyen késő délutáni esti csoport is még a szokásos délutáni, illetve a reggelin kívül. Márciusban nem lesz több ilyen nagyszabású program. Persze lesz Bhagavad Gita-s előadás, persze lesznek istentiszteletek, auraklubok, ahogy szokott, minden változatlan. Viszont már most előre jelzem, hogy mivel a húsvét egy mozgó ünnep, ott az áprilisra eső szernapot értelemszerűen húsvét szombatján fogjuk megtartani. Ez azért lesz ugye érdekes és az angyalos lesz. Azért lesz ez izgalmas, mert ugye a tavaszi napi egyenlőség szernapja és a húsvéti szernap között csupán két hét telik el. Tehát utána nyilván lesz majd sokkal nagyobb, egy hónapos szünet. Csak azért mondom, hogy a szernapok tekintetében, hogy minden hónapban van egy szernap, de így jön ki most a matek, hogy hirtelen két héten belül lesz kettő, de előtte utána nyilván nagyobbak a szünetek. Jó, ugye erre is számítsatok, kalkuláljatok, és ha szeretnétek, akkor nyugodtan a szernap@gmail.com címen tudtok jelentkezni. Egyéb programokról pedig, azért ezt gyorsan még elmondom, hogy van egy hírlevelünk, erre bárki fel tud iratkozni. Nem minden programot teszünk közzé az interneten, hiszen akik rendszeresen járnak hozzánk, és erre most lesz is példa egyébként, konkrétan holnap után, hogy két hírlevelet fog kiküldeni, és ezek van olyan tartalma természetesen, ami csak azoknak szól, akik rendszeresen járnak, illetve akik tervezik, hogy rendszeresen járnak majd a jövőben. Csak azért mondom, hogy ne csak abból induljatok ki, ami megjelenik Facebookon, vagy esetleg a napvallás.hu-n, hanem lesznek olyan programok, amik inkább belső körnek szólnak. Köszönjük szépen még egyszer a részvételt, boldog napot!